Szilvás gombóc készül, ezt kérték a gyerekek. Bogáncsné Nagy Anita betegsége ellenére is szívesen készíti el családja számára az ebédet. Kicsit nehézkesen, óvatosabban mozog még a lakásban, de nem hagyja el magát, és remélhetőleg az idő előre haladtával visszatér a régi ereje, és újra teljes értékűen tudja élni mindennapjait. Aki ismeri Anitát, tudja, hogy optimista, jókedvű, bizakodva tekint mindig a jövőbe, annak ellenére, hogy daganatos betegséggel küzd már hosszú ideje. A merráka kezdődött. Volt két hatalmas műtétem Pesten fent. Igen. Utána jött a kemoterápia. Megcsináltam a kemoterápiát, pedig én nem akartam. Tehát én vagyok a legnagyobb kemó ellenes. Mégis megcsináltam. Utána végre elmúlt minden, mert átételim voltak a kemoterápia alatt. Vesébe, májba, mindenhol, ahol lehet, elmúlott minden. És egyik napról a másikra eltelik egy év, és arra leszel figyelmes, hogy fölkelsz, és nem tudsz lábra állni. És visszajött agyba, agyi ödémával. És ugye ennek most már 4-5 hete, hogy a sugárkezelésnek vége van. Nagyon durva mellékhatások vannak. Én személy szerint azt mondom, hogy a sugárterápia rosszabbul viselem, mint a kemoterápiát viseltem annak. Hála Istennek a CT eredményem az jó lett. Igazság szerint nagyon meg vagyok velük elégedve. Azt hozzá kell tegyem, hogy eszméletlen. Tehát amit Szekszárdon is az onkológián kapok emberségből, nagyon rendesek, nagyon aranyosak, segítőkészek. Jó kedvel mentem oda már, pedig aztán én úgy mentem oda, úgy sírtam az első kezelésnél, hogy én azt hittem, hogy vége szakad. Nagyon kedvesek, rosszat nem tudok mondani. Most várom, hogy hívjanak, gondolom van egy folyamat ennek is, hogy leketeljen egy pár hétnek, amit gondolom elmegy a puffadás, ugye, mert a gyógyszerek miatt meg van dagadva az arc, és szerintem hamarosan hívni fognak, illetve Pécsen a sugárkezelésnél is emberségből jeles mindenki, tényleg. Nagyon sokat segítettek, rengeteget. A megpróbáltatások, amiken Anita keresztül ment, bárki számára nehezen viselhetőek lettek volna, és bár nála is voltak borús napok, mégis az élet szeretete és az élni akarás tovább lendítette ezeken a holtpontokon. Csak így lehet túlélni. Csak így, másképp ez nem megy. Nekem is vannak olyan napok, hogy de mindig úgy csinálom, hogy ők ne lássák, ne legyen itthon senki, és akkor ezt így magammal el... Jó, hát a férjem néha kap, de ez csak így lehet, hogy pozitívan, ez másképp nem lehet. Én próbálok mindent megcsinálni. A délelőttöm az általában elég jól elmegy. Meg tudok főzni, meg tudok sütni, ki tudok takarítani, mosni, ilyesmi. És akkor eljön a délután, akkor egy kicsit lefáradok, akkor szükségem van sétára, hogy kimenjük, de nap nem érhet, mert szétégett mindenemet. Úgyhogy csak így agyba minden rendben lesz, ez is rendben lesz, tudom, hogy túl leszek rajta, csak a sugár az engem kicsit jobban megfogott, mint a kemoterápia. A sugárkezelés és a gyógyszerek miatt Anita izmai legyengültek, ettől bizonytalan még neki a járás, ez miatt fárad el hamarabb. Egy kedves ismerőse ötlete azonban beindított egy adománygyűjtő hadjáratot, aminek eredményeképp barátok és segíteni akaró ismeretlenek összegyűjtöttek annyi pénzt, amiből az édesanyja egy otthon használható izomstimulációs gépet vásárolt, ami hozzájárul ahhoz, hogy mi hamarabb visszanyerje fizikai erőllétét. Ez egy bőséges, jó árba való gép, és akkor a Tündi kitalálta, a kutyánszit Tündi, aki szintén dunaszecsői, hogy akkor ő ebbe segít. Na most ennek felbőzdülve meghallották olyan személyek, akiket csak kétszer láttam. Tehát annyira idegenek számomra. Például van egy hölgy, őt a mostani munkahelyemen, ami még, ugye ahonnan én eljöttem most táppénzre, ő ott volt szállóvendég, és ő is, és utaltak, és nem kellett semmit mondjak, és csak jöttek a pénzek, és csak néztem, hogy most ezt honnan tudják, meg honnan csinálják. Úgyhogy fantasztikus idegen emberek vannak, hozzá kell szegezzem. A Szekszárdon van a Retkes Tamás, aki egy
képet ajánlott föl nekem, licitre. És ott is 60 ezer forint jött össze, akkor már az is plusz volt, és megkaptam a képet is, amit a mai napon fogunk fölrakni, illetve általános iskola. Nem láttam az akkor az osztálytársamat 20x éve, azért 41 éves vagyok, 20x éve nem láttam, és ő meg egy évfolyam társam, az akkoriban nem szeretné, hogyha a nevét említeném, ő egy nagyon nagy összeggel támogatott, és nem igazán, igazság szerint nem a gépre, de mi össze oda fogjuk rakni, hanem a gyerekeknek, hogy minden meg legyen, mert nagyon sok mindent eladtunk. A sok segítő szándékú embernek köszönhetően a gép ára hamar összejött, Anita a napokban meg is kapta. Így használatával és azzal a tudattal, hogy orvosai szerint most már a gyógyulás útjára lépett, remélhetőleg mi hamarabb újra egészségesen és aktívan tudja majd élni a számára mindig is szépnek tartott életet.